Egy szóval az űrös napunk volt. Nagyon mélyen szántó ezt a gondolat? Nagyon mélyen szántó lesz a gondolat. Jó, oké, de jöhetsz utána, majd intek, jó? Na, szóval üdvözölek a mai napi vintaminkban. Egy zűrös nap volt, ez egy idézet egy barátomtól, akivel 12 évvel ezelőtt vitorláztunk itt, és egész nap nem csináltunk semmit, henyéltünk és fürödtünk, meg ettünk, meg büfisztünk, meg minden, és utána pedig fölhívta este felé a fia, és ilyen nagy, nagy nehézkesen mondta, hogy jaj, fiam, olyan zűrös napunk volt. Szóval ez volt elünk is, úgyhogy ma délután motort javítottunk, amit jelentem, sikeresen nem sikerült megjavítani, úgyhogy most keresünk egy hozzáértő embert, pedig karburátort kétszer szétszedtük, gyertyát, szikrát, mindent próbáltunk. Úgyhogy azóta jövünk visszafelé Zadar felé, Ist-szigetéről, meg mi volt, Sveti Rat, vagy Máli Rat, vagy hol voltunk, és most két szörny fog kiugrani mindjárt a vízből. Hol vannak a szörnyek? Vízi szörny, ilyen kicsi kis szar szörnyel nem tudok mutatkozni a napi vitaminba. Nagy szörny legyen! Eltűnt az egyik szörny, de reméljük tud úszni. A doktor úr tud úszni, igen. Jön a másik szörny. Szóval, hogyha ma komoly napi vitamint vártál, akkor az nem fog összejönni. Tehát annyi van, hogy nagyjából szemerkél az eső, mögöttünk hatalmas vihar van, amit állítólag Dénes azt mondta, hogy ő intézte el, de nem, utána jön, így van. Úgyhogy ilyen a mai napunk. Úgyhogy megyünk szépen, prüntjönünk visszafelé, vitorlázni ma nem sikerült, mert körbe vihar van, vagy ilyen borult idő, de szél az abszolút nincsen semmi. Úgyhogy haladunk visszafelé, és előbb láttuk a Pullman Toursnak a óriási nagy hajóját, aki pont úgy, mint, hogy hívták azt a filmet, amelyben a végső visszaszámlálásban volt, amikor mennek bele a pokoli viharba az anyahajóval, úgyhogy mi is ugyanezt éltük meg, csak éppen egy hajót küldtünk, nem mi magunk mentünk. Úgyhogy ha komoly napi vitaminra számítottál ma, akkor tekerj vissza egy régebbire, mert ez nem lesz az. Úgyhogy jól érezzük magunkat, én azt kívánom neked, hogy te is érezd jól magad, kell időnként teljesen kiengedni, teljesen uratkozni, úgy fogalmaztuk, hogy csak létezni és semmi más nem csinálni céltalanul, mert az ember annál jobb, több energiával tudja csinálni a dolgát. Biztos hallott, dörög az ég, szóval teljesen megnyugtatóan idillikus este elé nézzünk. Na, jön az újabb szörny? Egy utolsó szörnyet mutassá! A szörny nem bír megküzdeni a vízzel. Lassíts csak, szörny! Leállítom a motort, hogy ki tudjon mászni a szörnyünk. Láthatóan alig tudná mozogni, mert félre benne van a vízbe és a víz ellen küzd. A bőrötök kicsit lekopott, úgyhogy ez... De bírják, ez van. Úgyhogy sok sikert kívánok neked. Vidám napi vitaminok lesznek, valószínűleg még 10 napig, mert jön a másik őrültebb társaság, úgyhogy meglátjuk. Sok sikert kívánok! Na, ugorjatok be, szörnyek, tűnés vissza! Jó, kész! Na, ennyit a mai napi vitaminból. Nem tudunk értelmesek lenni, most nincs semmi értelmes gondolat. Élvezzük az életet. Ciao, szia!